Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet a képen látni, a Linux Mintről fogok beszélni. Ez egy hosszabb sorozat lesz, illetve annak tervezem, hiszen a jövőt én se látom, mennyi időm, kedvem, indítatásom van, azaz első körben be kell szerezni a Linux Mintet. De ezelőtt beszéljük meg, hogy miért is érdemes a Linux Mintet használni. A Linux Mint egy nagyon-nagyon jó disztribúció, talán az 5 disztribúció között van, ami szerintem olyan, hogy teljesen alkalmatos arra, hogy egy kezdő, azaz életében nem telepített Linuxot, és ismerkedni szeretne vele, emberke, ezzel megismerkedjen. Telepítése egyszerű, nem is csinálok telepítős videót, fölösleges. Letöltöd, kiírod, föltelepíted, minden kérdést meg tudsz válaszolni. Ha tudod, hogy milyen nyelven, hol vagy, és miképp szeretnéd telepíteni, melyik lemezre, melyik partícióra szeretnéd telepíteni, és megfelelő neked az a particionálás, az a lemezelőkészítés, amit a Linux mintes emberek eldöntöttek, tehát alaptelepítés, akkor nem lesz ezzel semmi problémát. Egyéb dolgot is lehet beállogatni, de hogyha az ember valóban csak az alapértelmezett dolgokat válasza, a magyar nyelvet például, illetve azt a lemezt, de erre nagyon figyeljetek, amire telepíteni akar, nem fog ő olyasmit kérdezni tőled, amire ne tudnál válaszolni. Nagyon egyszerű. 2 évvel ezelőtt csináltam, ha jól emlékszem, egy telepítős videót, azt, hogyha valakinek kedve van, nézze meg, fölösleges, aki egyszer telepített Linuxot, ő neki nem fog újat mondani, csak a lemezre figyeljetek, hogy eltaláljátok, hogy arra települjön. Oké, megbeszéltük, hogy a telepítése nagyon egyszerű. Miért legyen Linux Mint? Egyszerű, gyors, stabil és hosszan támogatott. Nincs olyan része, amit ne tudnál alapesetben alapbeállításokat beállítani grafikusan. Kapsz egy csomó jó kis programocskát beállítása, de nem viszik túlzásba. Nem lesz olyan, hogy belekeveredsz a beállításokba, és utána számodra problémák lehetnek. Oké, itt van az angol felirat, az angol lap, a linuxmint.com, hogyha van kedved, menjél föl, keresd meg a fórumot, nézelődjél, de én azt mondom, hogy ha már Linux Mintet használsz, és az alap natív magyar nyelven szeretnéd használni, akkor a Linux Mint magyar fórumjára menjél fel, ott iratkozz fel, csinálj egy fiókot magadnak, és aktívan vegyél részt az életben. Nagyon-nagyon elhalt ez a fórum, most kezd éledezni. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, hát ha valaki Linux Mintet használ, legalább egy hozzászólás erejéig érdemes lenne ide eljönni, és elmondani a véleményét, és kérdezni. 3-4 olyan ember is van, aki ért hozzá, valóban ért hozzá, és tud segíteni. Azaz van magyar nyelvű támogatás is, ez nagyon fontos kezdőknek. Oké, hogyan töltsük le? Nyilvánvalóan akár az angol oldal, akár melyik nyelvű oldal, illetve a magyar oldalon is van olyan, hogy letöltések. A letöltések oldalon, hát bizony van egy-két olyan link, amit érdemes elolvasni, előkészület, telepítés, egyéb. Hogyha már telepítettél valamit, ez nem fog neked újdonságot adni, de hogyha kezdő vagy, vagy bizonytalan vagy, kérdezz a fórumon, illetve olvasd el a leírásokat. Nagyon-nagyon sok jó leírás van, nagyon-nagyon sok jó blogbejegyzés van ezen az oldalon, egy részét én csináltam, nem ezért dicsérem, de régebben kollega nagyon-nagyon jó kis cikkeket is írt oda, örömmel olvastam, hogy bizony értenek is ehhez az emberek. Oké, mi a legfontosabb? Mindig a legújabb verziót kell használni, nem a bétát, hanem a legújabb verziót. Jelenleg a 21.2-es Linux Mint az, ami elfogadott, ez egy pár napja jelent meg, ezt kell használni. Az, hogy mindegyiknek van egy női neve, azzal neked nagy teendőd nincs, aranyos dolog, éppen Victoria, ennek az elnevezése, oké, ennél fontosabb az, hogy LTS verzió, azaz jó sokáig támogatott, 27. április.
Most pedig akárhogy nézzük, július vége van 23-ba, azaz gyakorlatilag, amíg ezt támogatod, nem kell más csinálnod, folyamatosan frissíted, amikor éppen kedved van hetente egyszer, hetente kétszer, két hetente egyszer, amikor éppen ráérsz, gyakorlatilag grafikus a frissítése, grafikusan is elvégezhető a frissítés, azaz nem lesz ezzel problémát, illetve amikor van ilyen, hogy 24-2, 24-3-ra vált, akkor két vagy három gombbal többet kell megnyomni, az is grafikusan fog történni, nyilván terminálba is tudod frissíteni, de mivel, hogy kezdőknek készült ez a videó, értelemszerűen a grafikus dolgokat szeretném bemutatni. Oké, lapozzunk tovább. Mate, Cinnamon, XFCE, ezzel készül. Ezzel érkezik mind a három asztali környezet. Nagyon jó asztali környezet, az XFCE szívemcsücske, most a kedvencem a Cinnamon, illetve a Mate. A Mate-et én nem használtam, nem szeretem, nem jött be annyira. Tehát ez egy ízlés dolga. Kiválasztod azt, ami neked tetszik, és letöltöd. Én általában torrenttel szoktam letölteni, utána visszaosztom odáig, amíg azt a fájt én nem törlöm, és bizony tőlem is tudják letölteni, azaz a torrentezés nem csak illegális pornófilmek vagy mozifilmek egyebek letöltésére való, játékok letöltésére való, illetve sokan csak arra használják, de ilyesmi megosztása is nagyon-nagyon jó, mert egyrészt, ha a szerverük gyors, villámgyorsan lecsorog, kettő, folytatni tudja a letöltést, hogyha éppen kikapcsolod menet közben a gépet. 3. Egy picit hozzá tudunk járulni a visszaosztással, hogy tőlünk is töltögethetik le egy-egy kis szeletét ennek az isofájnak. Azaz eldöntött, hogy Mate, Cinnamon vagy XFCE. Én a Cinnamont fogom bemutatni, nyilvánvalóan az, ami most nagyon tetszik, nagyon bejött. Pontosan azért jött be, mert ami a Gnome-nak a nagyon-nagyon jó tulajdonsága, az bent van. Egy régebbi verziójuk Gnome-ra épül a Cinnamon, és pontosan az van bent, ami nekem kell, és nincs agyonbonyolítva, nincs túlzásba vidve, mint az újabb Gnome-ok, KDE-ek. Tehát egy nagyon-nagyon jól eltalált dolog a Cinnamon, érdemes kipróbálni. Az egyik zászlós hajója a Mintnek, a Linux Mintnek, hát bizony ezzel telepítsük. Másfajta asztali környezetet, ablakkezelőt is tudsz utólag telepíteni, de nyilvánvalóan logikus feltételezés az, hogy ha én szeretnék egy disztribúciót használni, akkor az általak kiválasztott asztali környezetet vagy ablakkezelőt fogom használni, hiszen azt előre nekem beállították kezdőknek, vagy éppen olyanoknak, akik nem szeretnek a rendszerrel babrálni, ez egy helyes döntés. A harmadik, illetve bocsánat, a negyedik megoldás, a Linux Mintnek van egy olyan, LMDN-nek hívják egyébként, Debianra, tehát nem az Ubuntu-ra, hanem a Debianra épülő verziója, ami LMDE, ez mindig a legújabb, stabil Debianra fog épülni, és látható LTS verzió. Itt nagyon fontos, hogy egy picit másképp kezelik a frissítéseket, mint az alap Mintbe, nyilván az alapja itt a Debian, a Debiannak a stabil verziója, ott pedig az Ubuntu-nak a verziója, tehát egy picit csomagokban lehet eltérés, picit, nem jelentős, ha nem jársz utána, nem nézelődöl, nem nagyítóval nézegeted a csomag verziókat, ezzel nem is kell törődni. Oké, természetesen a régebbi verziók is megvannak, én jellemzően nem szoktam ajánlgatni, hogy például töltsd le a 21-es, majd frissíts föl a 21-2-esre, vagy későbbiekben a 21-3-asra, mert bizony az nem kezdőknek való, működik, kipróbáltam, de azért, hogyha lehet a legújabbat töltsük le, azzal van a legkevesebb macera. Oké, letorrenteztük a dolgot, és akkor léphetünk tovább. Ahogy lehet látni, Linux Mint alatt vagyok, Cinnamon alatt vagyok, azt a felületet választottam ki a három közül, persze az XFCE is totál jó, a Mate is totál jó, de most nagyon-nagyon megtetszett ez a régebbi gnómos, cinnamonos megoldás, igencsak olyan, ami nekem kell. A későbbi videókban egy-két érdekes dolgot bemutatok. Oké,
Ha már letöltöttük, ki is írjuk pendrive-ra. Nem fogom pendrive-ra kérni, illetve nem a hagyományos módon fogom a pendrive-ra kérni. Én a Ventoy rendszert használom a telepítő média elkészítésére. Ez egy nagyon jó kis dolog, több ISO-fájt csak rá kell másolni, és a többi szabad hely másra is alkalmatos, azaz nem egy darab telepítő ISO kerül egy darab pendrive-ra, hanem annyi ISO-fájt tudsz erre a pendrive-ra, amit a Ventoy rendszerre elkészítettél, másolni, szó szerint vett másolni, amennyit te szeretnél, illetve hát amennyi ráfér. Itt is lehet látni különböző verziójú, egyéb ISO-fájlok is megvannak. Mivel én nem tudok bootolástól a rendszer elindulásáig videót felvenni, természetesen mindenkit arra biztatok, hogy az interneten nézzen utána, hogy a Ventoy micsoda, és hogyan lehet arról indítani dolgokat, bedugod, elindítod, kiválasztod az USB-t, kilistázza, milyen isok vannak, és amennyiben jól írtad ki, bizony kiválasztatod azt a telepítő médiát, amit te szeretnél használni. Hogyan írjuk ki? Így ráhúztuk. Ahogy lehet látni, ez az alap fájkezelő, nézzük is meg, milyennek a neve, a Nemo. Ahogy lehetett látni, amire ki akartam tenni, bizony ez két panelos az utóbbi időben, elég régóta, és így kényelmes az ide-oda húzkodás. A kiratás annyi, hogy átmásolja a dolgokat. Igen, átmásolja a dolgokat, és mindjárt ez el fog tűnni, ami nem elegendő nekünk. Nem elegendő jelen pillanatban nekünk. Indítok egy terminált, egy alapterminált, ami bent van a rendszerben, egy picit megemelt betűmérettel, és kiadom azt a parancsot, hogy SYNC. Szinkronizálom az összes lemezt, azaz mindenfajta átmeneti memóriába, tárhelyre odabiggyeztet, majd valamikor kiírom fájt, rákerüljön a pendrive-unkra, és abban a pillanatban, vagy a lemezünkre, hogyha éppen arra akarunk írni, és a szink kiratja, és rákerül. Nincs olyan, hogy bent van valamibe, a memóriába, átmeneti tárba a fájl egy része, és majd valamikor kírja, te kiúzod a pendrive-ot, kikapcsolod a gépet, és abban az esetben hibásan történik a kiíratás. Sync. Amiután a sync lefutott, nincs más dolgunk, újraindítjuk a rendszert, és telepítjük. Ennyi. Telepítés után, ami egyébként nálam kemény 8 perc volt, mindenféle kérdéseket tett föl, egyetlen egy dologra kell nagyon odafigyelni, hova telepíted erre, odafigyelsz, meg megpróbálod megjegyezni azt a jelszót, amit begépeltél. Én alaptelepítés, illetve rendszer karbantartás, telepítgetés, rendszer állogatásnál 3 darab albetűt használok, arra az 1-2 órára nem nagy biztonságírés, itt vagyok a gép mellett, azaz utána megváltoztatom, de ne kelljen az egész jelszókészletemet beírni, ami egyébként elég hosszú, hát olyan 16-18 karakteres, és igazából egy kézzel nem begépelhető, és telepítéskor, frissítéskor igazából nem az a legjobb, hogyha én azt gépelgetem. Oké, üdvözlő képernyő, első lépésekre oda megyünk, egyébként a kezdje itt, ha ugyanoda visszamegy, nyilvánvalóan mi kell a népnek, a kinézet, hát bizony az asztali színek beállítása nagyon-nagyon egyszerű, és indításra bökök, megmondjuk, hogy milyen stílus legyen, változtathatod a kinézetet, későbbiekben beszélünk erről is, vegyes kinézet, sötét, na-na, én a sötétre állítottam, illetve a világos, a vegyesnél figyeljétek meg a panel sötét, a egyéb dolog világos, a sötétnél mindegyik sötét, a világosnál mindegyik világos, értelemszerűen egy szint, egy kiemelő szint, megjelenítő szint, azt be tudsz állítani, ott nézd ezt a kéket, ha én ilyen kékre állítom, megváltozik, ha ilyenre megváltozik, én a kéket nagyon szeretem, nem fogunk ezzel foglalkozni, sötétre tettem, az én szememnek ez jobban megfelel, azon kívül későbbiek folyamán úgy állogatja az ember, ahogy szeretné. A rendszer pillanat felvétele, ez a timeshift. Ez egy nagyon jó kis program, nem fogok jelenleg foglalkozni vele, miért? Mert volt róla videó, és teljesen logikus. Azt kell mondom, hogy egy teljesen logikus kis rendszermentő dolog. Én úgy gondolom, hogy nem ezzel kéne kezdeni. Érdekes az, hogy színek meg rendszermentés van elől.
Én úgy gondolom, hogy a színeknél, illetve a rendszer elsődleges mentésénél fontosabb az illesztő program kezelő. El fogom indítani, közben beszélek, én tudom, hogy nem talál olyan rendszer illesztő programot, amire szükség lenne. Gyakorlatilag, hogyha van olyan hardvered, amihez különlegesebb, vagy érdekesebb, vagy alapból nem települő rendszer illesztő program kell, driver kell, azt megpróbálja ő telepíteni, általában sikeresen is, nekem ilyenem nincs. Oké, frissítés kezelő, ennek kellene legelő lenni, indítás. Ezt azért mondom, hogy indítás, gyakorlatilag a frissítés, a telepítés után az első dolog. Miért? Hogy a rendszered a legfrissebb legyen, amikor az ISO file elkészült, az lehet, hogy tegnap készült, egy hete, egy hónapja, akármikor, az bizony az adott pillanatot mutatja be. Nem vagyok benne biztos, hogy azóta nem érkezett rengeteg-rengeteg frissítés, és ha érkezett frissítés, azt fel kell tenni, és utána. És hogyha az működik, utána kell rendszermentést csinálni, hogy legyen egy szűz, felfrissített alap rendszered, hogyha valamit a későbbiek folyamán állogatásnál elrontasz, szoktam ilyet csinálni, akkor vissza tudj oda térni. Nyilvánvalóan gyorsabb, kényelmesebb, mint a rendszert újra telepíteni. Oké, hol tudod meg azt, hogy van rendszer frissítésed? Ezt a kis ikonkát érdemes figyelni, hogyha megjelenik ott egy kis pöttyöcske, valamilyen színű pöttyöcske, beállításától függen, akkor van frissítés. Nem azt jelenti, hogy naponta háromszor kell frissíteni, én hetente egyszer, két hetente egyszer frissítem a Linux mint rendszeremet, legalábbis a jelen pillanatban, ez bőven elegendő. Nem fogunk kitérni semmi egyébre, hanem a rendszert fel fogom frissíteni. Azért frissítem föl, mert ez egy élő rendszer lesz, tehát ez, amit most láttok, amit most csinálunk, az nekem a gépemen rajta fog maradni. Ez nem egy virtuális gépen való bemutatás, hanem valóban telepítem a dolgokat. Oké, biztonsági szoftverrendszer, pillanatfelvételek, akármilyen egyéb frissítés történjen meg. Oké, ezzel igazából nem kell neked semmit csinálni. Gyakorlatilag végigmész rajta a frissítések alkalmazása, hogyha ilyet fog kérni, nyilvánvalóan megadjuk a jelszót, ami egyébként nem három a betű, de jelen pillanatban elég jó, hitelesítés és dolgozik. Dolgozik, hogy mennyi ideig fog dolgozni, az a frissítéstől függ, annak a mennyiségétől függ. Szépen megmondja, hogy oppa, ezek a frissítések vannak rengeteg, sok, kevés, teljesen mindegy, nem érdekel bennünket jelenleg semmi más, csak a frissítésre rábökünk, és akkor a frissítéseket megadja, illetve ez a frissítés további változtatásokat von maga után. Logikus. Nem kell tudni, illetve kellene tudni, de mivel mi megbízunk a Linux mint készítőjébe, nem fogunk utána nézni, hogy mi az, hogy Linux, akármi, ez a kernel, a rendszer mag frissítése, hozzátartozó egyéb modulokat föl fogja rakni, persze, mivel ő ezt akarja, én azt mondom, hogy oké, megint megadjuk az a betűket, a jelszavunkat természetesen, és elindul a szoftver frissítés. Ha kíváncsi vagy éppen, hogy mit csinál, milyen gyorsan, akkor itt fogod, és legörgeted, és nézegetni tudod. Attól függ, hogy milyen régóta nem frissítettél, illetve az ISO file, amiről telepítettél, milyen régi. Én úgy gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy-két perc alatt leszokott futni, normál internet, normál gép alatt, és utána ezzel nincs teendőnk. Általánosságban elmondható, hogy első időben érdemes a felületet használni, a grafikus programot használni, mert nincs vele semmi probléma, jól működik, és valóban 2-3 kattintás, attól függ, hogy milyen frissítések vannak, azt természetesen meg fogja csinálni későbbiekben, utána kell olvasni, meg hát természetesen én meg fogom nektek mutatni, a frissítéseket terminálban érdemes elvégezni, nem gyorsabb, én kitapasztaltam, nem gyorsabb, de én jobban szeretem a terminált, mert oda aztán mindent kér, és hogyha valami probléma, kérdés jelenteni való, sírni való, vagy problematika van, azt azonnal kér, és tudom orvosolni, ez az én dolgom. Mit látunk? Azt látjuk, ami nagyon fontos. A Linux az nagyon jó rendszer, és mindent kér.
A legtöbb hiba, na nem biztos, hogy a legtöbb, de nagyon sok hiba abból adódik, hogy az ember nyomogatja yes, 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 tovább, tovább, tovább gombot, annélkül, hogy elolvasná, hogy mit ír ki ez a szerencsétlen rendszer, azt mondja, hogy újraindítás szükséges. Hát bizony, azt mondjuk, hogy az újraindítást meg fogjuk a későbbiekbe tenni. Ha ilyesmit ír ki a rendszer, én úgy gondolom, hogy újraindítást el kell végezni. Miért kéri az újraindítást? Egy kis kitekintés, természetesen új, friss kernelt, rendszermagot telepített, ilyenkor, hogy életbe lépjenek a változtatások, bizony újra kell indítani a rendszert, illetve megkérdezi, hogy a tükrök, a tárolóknak a címei, azokat megnézze, hogy van egy gyorsabb, szebb és jobb. Én azt mondom, hogy későbbiek folyamán, vagy akár most is, az igenre bökve felfrissíti ezeket a tároló címeket, kiválasztja neked nem a központi tárolót, hanem esetleg egy gyorsabb, jobb, közelebbi tárolót, amiben a csomagok vannak, amiből te frissítesz, és elméletileg egy picikével gyorsabban fogsz tudni frissíteni, de ahogy láttátok, egy átlagos 200-as interneten van jelen pillanatban ezen a gépen, ezen a helyen, úgy bizony gyorsan felfrissültek a dolgok. Oké, nézzük is meg, milyen programokat telepített föl. Gyakorlatilag a kinézetre nem nagyon térek ki, látható volt, hogy szép, összehangolt a kinézet, azaz semmi csicsás, rikító színű, hát igazából modernizáló, vagy legalábbis annak gondolt ilyen új hullámos kinézete nincs ennek a rendszernek, be lehet állítani természetesen más kinézetre, de ez a konszolidált világos, aki a világos szereti, a vegyest, aki a vegyest, sötét, aki a sötétet szereti, azt hiszem megfelelő bármilyen korosztálynak, nyilván akinek nem megfelel, ő neki van lehetősége állogatni. A panel, hát a panelról majd beszélünk, ikonokról beszélünk, nyilván itt lehet látni, hogy vannak asztali ikonok, azaz, aki, hát ahogy is mondjam, Windowsról jött, és ilyen igénye van, ő neki nagyon kényelmes lesz ennek a használata. Start menü, hát bizony egy M betűs, amint logóval indul, nézzük meg, mit kapunk. A kikapcsoló gombok azt hiszem egyértelműek, nem mutatom meg a záróló, kikapcsoló egyéb gombokat, egyértelmű. Ami fontosabb, minden alkalmazás felsorolja az alkalmazásokat, itt tudsz keresni. Oké, grafika, van a Pix, a rajzolás meg a szkenner, felrakják a szkennert, nagyon-nagyon örülök neki, nyomtató szkenner megoldások szépen működnek, azaz nem lesz ezzel semmi problémát, ha a rendszer, tehát a Linux rendszer ismeri a nyomtatót típusát, a legtöbbet ismeri, és a szkenneret típusát, ha van ilyen, akkor tudod használni. A szkenner egyébként egy nagyon egyszerű szkennelő program, ne gondoljatok semmi komoly összetett dolgokra, de arra, hogy képfájba, vagy esetlegesen PDF-be, körbevágva valamit be tudjál szkennelni, annak a beállítását meg tud tenni, arra nagyon alkalmatos. Hangvideó. A hangvideóba ebbe a részbe sem rakosgattak fel véleményem szerint teljesen fölösleges dolgokat. Egy lejátszó videó, egy hanglejátszó, illetve természetesen az SSR-t én raktam fel utólag, anélkül nehéz lenne rögzíteni a dolgokat. Internet, hát a Firefoxot kapjuk, a levelező programot kapjuk, fölraktak egy torrent klienset, illetve van ez a web alkalmazások, kifogok esetleg későbbiekbe, következő egyik részbe térni, hogy hogyan lehet ezt használni, de látható, nincs túlzásba vidve, de elegendő. Ami igazán fontos, a LibreOffice-t felrakosgatták, azt hiszem mindenki, vagy az emberek nagy része azt használja, kellékek, a kellékek archívumkezelő betűkészletek, dokumentum, fájlát nevező fájlok, ez a Nemo, ahogy lehetett látni, névjegy, megnézzük, bizony a Nemo-t kapjuk, hát bizony én ezt szeretem, elfogadható mennyiséget tud, kényelmes a használat, a kellékeknél tartottunk, karaktertábla, képernyőkép, képmegjelenítő, lemezek, természetesen a GNOME diszket kapjuk, használatára ki fogok térni, hát a többi Redshift, ez nagyon kellemes dolog, ez az az éjszakai szín átállítás, hogy egy kicsit sárgásabb, azaz
kisebb, alacsonyabb színhőmérsékletű beállítás kapjon a monitorod, nagyon-nagyon-nagyon jó. Van egy egyszerű szövegszerkesztőd, azt hiszem ez is egy olyan dolog, nézzük meg, hogy hívják. Ez az általam nagyon kedvelt Xed, nagyon egyszerű, csodákat ne várjál tőle, de ahhoz, hogy egy config fájlot, tehát egy beállítóállományt, vagy egy egyszerű szöveget szerkesztél, teljesen megfelel, jól összeválogatott. Adminisztráció. Az adminisztrációval nem fogunk végigmenni. Általánosságban elmondható, megkapod az alapbeállító dolgokat, ezzel kényelmesen fogsz tudni dolgozni, de nem kapsz semmi plusz olyasmit, ami zavaró lenne, de nem is esel abba a hibába, illetve keresgélésbe, hogy valami normál kezdőknek, középhaladóknak elvárható beállítást ne tudjál megtenni grafikusan. Beállítások ugyanez, gyakorlatilag ugyanez, az adminisztráció beállítások, megint azt kell mondanom, jól eltaláltak, ki fogok rá mindegyikre térni, ami éppen használatos vagy érdekes, a következő részek egyikébe helyek. Ez bizony a fájrendszeredet fogja kilistázni, gyakorlatilag a szokásos fő mappákat kapjuk meg, illetve a felcsatolt külső dolgainkat. A felcsatolásról egy lemez hogyan illeszthető be a fájrendszeredbe, arról későbbiekben beszélni fogok, és a legutóbbi fájlokat kilistázza. Gyakorlatilag összefoglalnám. Miért érdemes a Linux mintet használni? Azért, mert felhasználóbarát. Figyeljetek, azt mondtam felhasználóbarát, és nem azt mondtam, hogy kezdőbarát. Kezdőbarát is, de ha egy disztribúcióra azt mondják, hogy kezdőbarát, akkor a haladó, középhaladó, vagy ilyen elitista emberek rögtön elmenekülnek, hogy az biztos csak valami gagyi, kezdőknek, hülyéknek összerakott, olyan kis gagyja, amivel nem lehet semmit csinálni, nem. Ez valóban felhasználó barát és kezdőbarát, azaz mindent megkapsz ahhoz, hogy kényelmesen felrakd, kényelmesen beállítsd, és utána haladni tudjál. Ha középhaladó vagy, akkor is megkapsz mindent, mert ugyanolyan disztribúció, mint akármelyik más, ugyanúgy lehet használni. És hadd mondjam ki, igazából nem zavar, hogyha valaki megsértődik. Hazugság az, hogy a Linux minttel, vagy akár az Ubuntuval egy haladó, ez nagyon hozzáértő ember nem fog tudni semmit kezdeni, mert az vacak, gagyi kezdőknek való. Nem. Itt pontosan ugyanazokat az eszközöket, programokat megkapjuk, mint akármi más. Ez sem rosszabb, ez sem egyszerűbb, ez sem simább, mint az Arch vagy a Fedora. Ugyanolyan. Tehát, ha kezdő vagy, fel tudod rakni. Ahogy lehetett látni, nagyon szépet fogsz kapni. Ez általában normálisabb disztribúcióknál, most mondom a Fedorát, vagy az MX Linuxot, vagy egyebet, normális kinézetet kapsz. Szépen összerakott rendszer. Én nekem az az érzésem, de ez valóban érzés, és senki ne sértődjön meg, hogy az ő kedvenc disztribúcióját nem említem így, de a legtöbb, illetve a normálisabb disztribúciókra nagyjából egészéből igaz, de nekem az az érzésem, hogy a legjobban ilyen színharmóniával összerakott, tehát az, hogy a KDA-s, GNOME-os, akármilyen egyéb rendszerek működjenek, és egyforma színűek legyenek, ne kelljen külön beállogatni, hogy a KDS GNOME-os kinézet az egyforma legyen, arra készült programok kinézete egységes legyen, ez alapból tudja. Nem kell semmihez hozzányúlni, minden egyforma, persze egyformán azt is, hogyha a program kezeli ezeket a dolgokat, ha a program nem kezeli ezeket a dolgokat, akkor nyilvánvalóan nem lesz egységes a kinézet, egy kicsit másképp néz ki, egy kicsit máshol lesznek a dolgok benne, de igazából azt mondom, hogy jól összerakott, technikailag is, és kinézetügyileg is, szépészetügyileg is jól összerakott disztribúciót kapod, hogyha a Linux mintet választod, plusz, ha kezdő vagy, vagy nem akarsz ezzel sokat babrálni, az összes beállítást, későbbi videókban be fogok mutatni mindent, meg fogod tudni tenni úgy, hogy hozzá nem kell nyúlni, na egy picit talán-talán a terminálhoz, de ez a picit talán-talán lehet, hogy az én hóbortom, hogy ott könnyebben meg tudok oldani valamit,
de én megpróbálok olyan vezérfonal mellett mozogni, hogy mindent, és azon kívül mindent grafikusan állítsunk be, és el fogok mondani mindent, hogy hol kell beállítani. Azaz, felraksz egy rendszert, a Linux mintát, felfrissíted, és utána, amit nem mutattam be, de régebbi videóban elmondtam, hogyan kell beállítani, a timeshift, azaz a rendszermentést megcsinálod, és utána nekiállunk folytatni következő részben a beállogatásokat, a szoftvertelepítéseket és egyebeket. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!